pszichotikus betegségben szenvedők. Ez egy elmegyógyászatban használt fogalom, régebben a köznyelv csak elmebajként emlegette. Akkor használják, amikor az egyén elveszti kapcsolatát a valósággal, téveszmény és érzékcsalódásai vannak, hangzott el a pszichotikus betegségben szenvedők Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Érdekvédelmi Egyesületének 20 éve együtt című rendezvényén. A szervezet még 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a betegség elfogadásában. Az egyesület célja a pszichotikus betegség miatt esetleges, kialakult stigmatizációs csökkentése. Tehát a társadalomba a visszailleszkedés elérése ezen betegeknél, és hogy a kirekesztőség érzése csökkenjen. Ez azért is fontos, mert ma Magyarországon minden negyedik ember küzd valamilyen pszichiátriai problémával. A lakosság 2%-a kifejezetten pszichotikus betegnek számít. A leggyakoribb esete a skizofrénia gyakorisága férfiaknál és nőknél egyaránt 1% körüli. Ezek a betegségek örökölhetőek, azonban a stresszes életmód is kiválthatja. Szabolcs-Szatmár Bereg megye sok szempontból elmaradottabb és stresszesebb térségnek számít, ezért itt az országos átlagnál egy kicsivel magasabb a pszichotikus betegek aránya, hangzott el a rendezvényen. Az egyesületünk mindenféleképpen rendezvényekkel próbálja érzékenyíteni a társadalmat, és ezáltal a betegeket is a jó kapcsolat, kommunikáció reményében. Nagyon sok kirándulást szervezünk, például, de a foglalkoztatás terén is élen járunk. Nyíregyházán, a városban olyan egyesület, aki kimondottan pszichotikus betegeket foglalkoztatna, nincsen jelenleg, csak mi. Az előadásokon kiemelték, a betegségből meggyógyulni nem lehet, de gyógyszeres kezelése, odafigyelése, valamint szakmai segítsége szinten tartható az állapot.